is helyt, meg nem biztos, hogy meg kell súgni neki, de én nagyon értékelek. Például ő szemtől szembe harcol, nem hátak mögött. Aztán, ha valamit nem tudok, akkor azt mondja, hogy nem tudja, kérdezik meg az illetékes. Szóval így lehet vitatkozni. Úgyhogy ezt én tényleg becsülöm Lázár Jánosban, azzal együtt, hogy nem mindenben értünk egyet. Nem bánom, hogy föltette ezt a kérdést. Számítottam rá, a legelső gondolatom az volt, hogy nem örülök neki, de rájöttem, hogy mégiscsak örülök. Mert van egy... Nem, először mondjuk a lényeget. Amikor Habony Árpád mit volt, akkor én ki se ejtettem utána a számon azt, hogy a miniszterelnök küldte, vagy hogy a kormány is köztem közvetít. Én ilyet nem mondtam, keresik vissza. Ezt csak bizonyos újságírók így fordították le, mert pillanatilag jó ötletnek látszott. Én csupán annyit mondtam, hogy Habony Árpád itt volt, és jó szolgálati feladatot próbált ellátni agglomeráció közlekedési ügyébe. Most komolyan mondom, és nem súlyiságból, ebben nem fér az bele, hogy én megkérdeztem, hogy mit gondol erről az egészről. Miért kellett azt írni, ki az ördög mondott olyat, hogy ott a miniszterelnök küldte, vagy a miniszterelnök és köztem közvetített? Szerkesztő, hogy én ilyet egy árva szóval nem mondtam. Én értem, hogy ez most miért divat, de ez az igazság. És van még egy kérdésem, és ez engem még annál is jobban foglalkoztat, mint amit kérdeztek Habony Árpádról. A helyzet a következő. Én nyilván, hogy nem tagadtam le, hogy itt járt Habony Árpád, de ez úgy történt, hogy fölhívott az egyik internetes portál, és a következőket mondta. Tudom, hogy ott volt Habony Árpád. Miről beszéltek? Nem tűnik fel senkinek, hogy ezért ez érdekes? Honnan az ördögből tudta ez a portál, hogy itt volt Habony Árpád? Habony Árpád az egyes kapu jött be, megállt az autójával, az épületbe bárkihez mehetett volna. Ahhoz, hogy hozzám bejöjjön, az összesen két ajtó előtt kell eljönnie, bejön a titkárságra, majd ugyanúgy távozik, hogy összesen két ajtó előtt megy el, majd beül az autójába, és 5 métert haladva az egyes kapun távozik. Azért bennem az fogalmazódik, meg tudja, vannak olyan újságok vagy újságírók, akik Habonyt figyelik? Vagy vannak olyan újságok vagy újságírók, akik azt figyelik, hogy ki jön be hozzám az irodába? Hát uram, itt valami nem stimmel. Lehetséges, hogy létezik egy olyan megfigyelő hálózat ebbe az országba, amit nem a hatalom irányít, hanem nem tudni ki. Honnan a fenéből tudta néhány órával később egy internetes újság, hogy itt volt nálam Habony Árpád? Ugye azt senki nem akarja mondani, hogy a titkárnőm, vagy Habony Árpád, vagy én gyilkosítottuk az internetes újságot. Szóval tudja, azért ebben van valami félelmetes ám. Mondja már meg nekem valaki, hogy hogy az ördögben lehetséges ez. Az már csak hava tortán, hogy utána kitalálnak hozzá egy történetet, és azt adják a számba azt a mondatot, hogy én azt mondtam, hogy a miniszterelnök is köztem közvetít. Ez nem igaz, nem csak, hogy nem mondtam, de nem is igaz, mert a miniszterelnökkel én közvetlenül tárgyaltam nem sokkal előtte, órákig, közte másfél órát négy szem közt. Tehát egy ostoba állítás volt, nem küldte a miniszterelnök. Habony Árpádot persze, hogy ismerem. 2006 óta ismerem, nekem nincs vele különösebb kapcsolatban, egy évben kétszer idejön, aztán beszélgetünk. Nem szabad. Ha belép Habony Árpád ebbe az épületbe, az azt jelenti, hogy a miniszterelnök is köztem közvetít. És ki az ördög figyeli a Habonyt, meg engem törődöm bele, uram, én nem seftelek, tehát tőlem figyelhetik. De van itt valaki, aki megfigyeli, hogy ki jön be a szobámba. Nem tudom.